Ebben a videóban a Lyme-kór tüneteiről, okairól lesz szó, illetve azokról a szerekről, vitaminokról, gyógynövényekről, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában. Szeretettel köszöntök mindenkit! A Lyme-betegséget egy baktérium okozza, amit kullancsok terjesztenek, több fajtája is van. Ha erős az immunrendszerünk, amikor bekerül a baktérium a testünkbe, alvó módot vesz fel, elrejtőzik kalcium struktúrákba, hogy az immunsejtek ne találjanak rá, és vár a pillanatra, amikor megfelelővé válik a gazdaszervezetben a környezet. Ilyen állapot a sok stressz, a vitaminhiány, egy másik fertőzés, ami legyengíti a szervezetet, vagy az időskor. Tehát lényegében akkor is lehet Lyme-unk, ha nem csíp meg minket a kullancs, vagyis megcsípett minket 10-20 évvel ezelőtt, amire már nem is emlékszünk, aztán egyszer csak aktiválódik, és nem tudjuk, hogy mitől vannak a tüneteink. Ha megcsíp minket egy kullancs, hiába végzünk tesztet pár napra rá, a teszt nem fogja kimutatni az antitesteket, mert ennél a baktériumnál több hétre van szükség, amíg az antitestek megjelennek a vérben. Ezért leginkább a tünetekből tudjuk gyorsan azonosítani a baktérium jelenlétét és aktivitását. Klasszikus tünetek a fáradékonyság, a fejfájás, az ízületi fájdalom, a hidegrázás, az influenza-szerű tünetek, a nyirokcsomó duzzanatok és a vörös folt-szerű kiütések megjelenése. További tünetek a bizsergés érzet, a rángatózások, a kézremegés, a szorongás, az alvási problémák és a vándorló fájdalom. Mindezek a legkülönfélébb tünetek azért jelentkeznek, mert a baktérium toxinokat termel, elsősorban ammóniát, ami többek között az agyunkra és a májunkra hat, ha nagyon negatívan. Ha a májunk nagyon le van gyengülve, vagy nagyon le van terhelve, nagyon nehéz a Lyme-ot leküzdeni. Tehát a leküzdéséhez szükségünk van egy jól működő, hatékony májra. A Lyme-kort okozó baktérium rengeteg vasat használ el a szervezetünkben, ezért ugye nagyon kívánjuk a húst, amivel az a gond, hogy erősíti a baktériumban az ammónia termelődést, tehát még több toxint fog előállítani. Egy hónapon át próbáljunk meg csak nagyon kevés húst fogyasztani, de az legyen jó minőségű, és együnk mellé rengeteg nyers zöldséget, főként zöldszínű leveles zöldségeket, illetve magas zsírtartalmú ételeket. Az első eszköz a kezünkben a Lyme ellen, ami elsőre meglepő lehet, a stevia vagy stevia. A stevia ugye egy édesítőszer, amit folyadék vagy por vagy tabletta formában alkalmazhatunk legegyszerűbben. Helyettesítsük vele a cukrot, alkalmazzuk a stéviát napi szinten, használjuk limonádéhoz, turmixokhoz, italok édesítésére. A stévia önmagában is hatékony a baktérium ellen, de a belegben hatékonyabb felszívódást tud biztosítani az antibiotikumoknak is. A következő a fokhagyma, amit érdemes önmagában is enni, napi szinten egy fejet, illetve alkalmazzuk a fokhagyma olajat is minél nagyobb dózisban. A fokhagymában lévő egyes hatóanyagok erős aktivitással vannak a betegséget okozó baktériummal szemben, nem mellesleg a fokhagyma sok más belső kórokozóval szemben is segíthet. Az olajfalevél présli vagy az olajfalevél kivonat egy hatékony szer a káros baktériumokkal és vírusokkal szemben, még az antibiotikumoknak ellenállókkal szemben is igen hatékony, például MRSA vagy H. pylori esetén is bevethető. Nem fogja egyik napról a másikra megoldani a problémát, de ha napi szinten alkalmazzuk, pár héten át komoly eredményeket érhetünk el vele. Ha időben kezdjük el a szedését, meg is szüntetheti akár a tüneteket. Napi 2-3 alkalommal kell belőle bevinni. Az artemisia, azaz az egynyári üröm, nagyon jó Lyme betegeknek, érdemes kivonatot tartalmazó étrend kiegészítőként alkalmazni. A fekete kömény magolaj gyengíti a baktériumokat és csökkenti a gyulladásokat is, napi 2 alkalommal vigyünk be belőle egy-egy kis kanállal. A klorella alga a baktérium méreganyagainak a megkötésében, majd a testünkből történő kivezetésében tud segíteni. A gyógygombák közül érdemes több fajtát szedni egyszerre, resit, shiitakét, cordycepset és másokat. Lyme-betegek szervezetében alacsony a Q10 szintje, a Q10 többek között ugye a fáradékonysággal függ össze, ezért célszerű Q10-et is pótolni étrendkiegészítő formában. A megfelelő D-vitamin szint elengedhetetlen ennek a baktériumnak a leküzdéséhez, azaz a napi legalább 1 óra napon tartózkodás, vagy a napi legalább 10 000 nemzetközi egységnek a bevitele
kulcsfontosságú. És végül a tiszta mépempő az immun erősítésben és az energiaszint növelésében lehet a segítségünkre. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.